Start! Start elindult a Glitter Star Handicap a szombati ügető nap. Anna jól kezd a favoritok közül, Always Yankee BD zizzenő is nagyon jól kapta a start pillantát, és Livi Kikoff is ott van, közvetlenül az élmezőny mögött, ő is esélyes volt, vagy talán a legjobb esély, és a második sorból Noble Rose is gyorsan kezd, miután Always Yankee BD is ott van az élen, és a második sorból egy másik esélyes ló, Vesna, vagy a legjobb esélyű második soros kapta a legjobban a start pillanatát. Bambino van kiszakadva, illetve van még egy hibázó ló, Tücsök a mezőny végén, a többiek viszont nagyon szépen együtt. 9-20-25 méteren belül gyorsan kettesokatokkal rendeződik a mezőny, és amikor a második körre fog fordulni a nap első futama, akkor Anna vezetésével érkeznek a lovak, Anna az élen, mögötte Always Yankee BD és zizzenő. Nagyjából 1100 méter van hátra, Tücsököt diszkvalifikálták, de hát ugye Bambinónak is volt egy nagyon-nagyon komoly hibája, úgyhogy lehet, hogy ő sincs már valójában versenyben. Anna az élen, mögötte másfél rosszal Always Yankee BD. Andy Babynek nagyon jó helye van ott a falon, és ezt a jó pozíciót akár még győzelemre is válthatja, de egy helyezése mindenféleképpen, mellette kívül zizzenő, utána jönnek kívülről a favoritok, előbb Livi Kikoff, aztán pedig egy picit hátrébb Vesna, a falon Noble Rose, illetve Aviator kettőse. Összességében azért viszonylag együtt a mezőny, bár azért Anna, Juhász Balázsa próbál szökni, és azért ezt a jó kétosztás előnyét tartja is Always Yankee BD-vel szemben. Zizzenő kezd fáradni, kívülről, belülről előzik a többiek, továbbra is jó helyen van Aviator, illetve Andy Baby, aki már kijött a falról, és ott kívülről pedig ott Livi Kikoff appalóza, és talán Vesna is majd el tud indulni. Jön a verseny utolsó 500 méterre, Anna előnye nem fogy, de egyre közelebb hozza a favoritok, egészen kívül Livi Kikoff indítja el a támadását. Livi Kikoff a harmadik spurban elindítja azt a támadást, Anna pedig még mindig vezet, de Livi Kikoff egyértelműen gyorsabb nála, Andy Baby pedig ott van a második spurban, és megy Livi Kikoff után, benne a falon Always Yankee BD is remekül tartja magát, és Vesna is látható távolságon belül, és amikor jönnek ki a lovha a kanyarból, már átvette Livi Kikoff a vezetést, és Vesna jön a másik favorit, de elég tetemes a hátránya Livi Kikoffal szemben. 150 méter van még hátra, Livi Kikoff az élen, Vesna támad, jön Andy Baby, és benne a falon egészen jól tartja még magát a fáradó Anna, de Livi Kikoffnak nem lesz ellenfele a mai napon. Livi Kikoff győz, nyer a favorit, mögötte Andy Baby és Vesna lehet majd a sorrend.